Csatlakozott az áprilisi BKV sztrájkhoz az Egységes Közlekedési Szakszervezet is, így szinte a teljes munkavállalói kör a munkabeszüntetés mellett döntött, amennyiben nem kapják meg a kért béremelést. Ráadásul a bérmegállapodásnak más tétje is van, hiszen a Nemes Gábor vezette szervezetnél jelenleg 900 felmondás van letétbe helyezve, így ezek a dolgozók készek akár Bécsben is dolgozni. A tények összefoglalói után Nemes Gáborral beszélgetek. Tömegek az M2-es metrónál, álló szerelvények. Megyek dolgozni 12 órákat, és gyalog kell mennem. Türelmetlen utasok. Az egyik közlekedési szakszervezet szerint ezekre lehet majd számítani, ha tényleg felmond egy év alatt több mint 1000 dolgozó a BKV-nál. Lehet, hogy mondjuk egyik reggel arra ébredünk, hogy nem tud beindulni egy komplett metróvonal. Azért, mert valaki nem tudta megcsinálni a váltót, ami elromlott, tehát lehetnek az infrastruktúrában is zavarok, ami kihat az egész vonalra. De lehet járatritkítás is, de bármi, és az benne a veszélyes, hogy ez kiszámíthatatlan. Jelenleg 900 felmondás van letétbe helyezve, de ennél több is lehet. A buszvezetők nagy része Ausztriában készül munkát vállalni, az itteni fizetés nagyjából háromszorosáért. Szerelőket állítólag szinte már lehetetlen találni a BKV-hoz. Egy metrókarban tartó például azt mondta a tényeknek, hogy az új szerelvények miatt feszítettebb a tempó. Pihenőidőben is rendelkezésre kell állnunk. Tehát abban az esetben, hogyha éppen reggeli vagy ebédidőnk van, és egy meghibásodott jármű áll be a forgalomból, akkor nekünk abban az esetben is meg kell ezt oldanunk. Az állami vállalatoknál dolgozók megkapták a 30%-os béremelést, szemben a fővárosi önkormányzati tulajdonban lévő BKV-val. A vezérigazgató azt mondta, nincs 6 milliárd forintjuk erre. Ekkora nagyságrendű összegeket a BKV önmagától nem tud előállítani. Megindultak a tulajdonossal a tárgyalások, és a tulajdonos ezeket a számokat, amit bekért tőlünk, elemzi jelen pillanatban. Emiatt két sztrájkot is hirdetnek a szakszervezetek ebben a hónapban. Üdvözlöm a stúdióban Nemes Gábort, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnökét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye a héten, illetve a múlt héten is volt már témánk ez, hogy lesz sztrájk. Önök akkor még nem álltak bele. Miért nem? Hát ezt jeleztük már korábban is, hogy amennyiben sztrájk lesz, akkor természetesen beleállunk ebbe az akcióba, és éppen ezért ezt a döntést meg is hoztuk. Miért nem tud a három szakszervezet együttműködni? Szerintem most együttműködünk ebben a kérdésben. Az tény, hogy a követelések különbözőek, hiszen mi már tavaly novemberben megfogalmaztuk, hogy mi csak a 15 plusz 5%-ot az idei esztendőre értve követelésként fogalmaztuk meg. A többi szakszervezet a 30%-os 3 évre szóló bérmegállapodást helyezte előtérbe, aminek akkor, az elsőre csak 13%. Különféle követeléseik vannak, különféle dolgokat akarnak, akkor hogyan fognak tudni együttműködni? Igen, miért nem tudnak megállapodni abban, hogy akkor mit szeretnének, milyen százalékos béremelést, milyen évekre előre irányozva? Mi nem értjük tulajdonképpen a BKV vezetését sem, hogy miért ragaszkodnak a 34 milliárd forinthoz, ami végülis a 3 évre szóló elkötelezettséget jelenti, mikor úgy tűnik, hogy egyetlen forintja sincs. Tehát ez azt bizonyítja, hogy talán még alkalmatlan is a vezérigazgató, hiszen nincs megfelelő forrása, hogy a napi üzemeltetést biztosítja, hogy a dolgozók bérét előteremtse. Tehát itt sokkal nagyobb a baj, és úgy gondoljuk, hogy nem egy rövid időre vagy egy középtávú időszakra kell mondjuk akár 34 milliárdot előteremteni, hanem a BKV hosszú távú finanszírozását kell megoldani, és ez az, amiből az állam nem maradhat ki. Tehát mindig egyfajta toldozgatás, fordozgatás zajlik. Én csak azt nem értem, hogyha valahogyan egységesen föl akarnak lépni, és a sztrájk meg van hirdetve. 18-ától és 24-től, hogy az egyik egy 3 napos, a másik pedig egy 5 napos sztrájk, akkor miért nem tudnak egységesen fellépni? Hát, mint említettem, egységesek vagyunk, hiszen a tárgyalások innentől kezdve közös egyeztetéseken zajlanak tovább. Hogy majd a vége ennek az egésznek mi lesz, illetve lesz-e megállapodás, és ennek a megállapodásnak mi lesz a tartalma, az egy következő kérdés, és én ezt azért hangsúlyoznám ki, hogy mi már a tavalyi esztendőben is jeleztük, hogy nagy problémák lesznek. Hiszen a munkaerő hiány az olyan mértékűvé vált, hogy a tavalyi esztendőben sem tartottuk elegendőnek a 3%-os bérfejlesztést, amit egyébként még végre sem hajtott a BKV vezetése. Már tavaly is 7,5%-os bérfejlesztést követeltünk,
És sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk van igazunk, mert az emberek közben elmentek. Már megközelíti az 1000 főt az a létszám, amely létszám tavaly óta elhagyta ezt a céget, és további 1000 várható, hogy tovább fog állni, és nem fog itt dolgozni tovább. Tehát már sztrájkolni sem kell. Konkrétan jelezték önöknél, hogy nagyjából 1000 ember az, aki el akarja hagyni a BKV-t? Hát végre készített a BKV egy humánügyi stratégiai tervet, amelyben pontosan le van írva ez a szám, tehát tisztában van mind a BKV vezetése, mind a tulajdonos azzal, hogy az emberek itt fogják hagyni ezt a céget, ha megfelelő körülményeket nem biztosítanak számukra. Mi ez a bizonyos letétbe helyezés, amiről beszélünk? Ez az, hogy a felmondási papírok aláírásra kerültek, de természetesen ezek páncélszekrényben vannak, és a megfelelő időben most, hogy a sztrájk bejelentésre került, ezt értelmszerűen ezeket a határokat, amit április 15-ében fogalmaztuk meg, ezeket kitoljuk, meglátva, hogy milyen eredménye zárul, illetve milyen hatást tudunk gyakorolni a sztrájkkal, és amennyiben a munkavállalók hozzájárnak, akkor természetesen szép sorba ezek a felmondások úgymond élesednek. Tehát az azt jelenti, hogyha nem sikerül elérni a sztrájkkal azt, amit szeretnének, akkor tulajdonképpen ezek a felmondások életbe lépnek. Így van, amennyiben a munkavállalók ehhez hozzájárnak, akkor természetesen ez így fog történni, hiszen nem akarnak tovább várni. Nem véletlen, hogy naponta hívnak kollégák, hogy segítsünk őket abban, ha itt nem becsülik meg őket, akkor nézzünk nekik valami más helyet. Csak hogy értsük, mit jelent a megbecsülés? A megbecsülés az, hogy 2012-ben nem kellett volna fölmondani úgy a kollektív szerződést, hogy havi szinten nettó 20-30 000 forint. Ott veszítettek a kollégák, illetve a munkakörülményekre egy példát, hogy a menetrendeket olyan módon alakították át, hogy a pihenődéket szinte elvették a kollégáknak. Hát mondjuk egy 8 óra időszak alatt, még régen egy 7-es autóbuszon mondjuk 5 kanyart kellett közlekedni vagy menni, addig már ez a szám már 6 kanyar. Tehát értelemszerűen a pihenőidőkre nincs idő, és plusz feladatok is megjelentek, jegyárusítás, jegyellenőrzés, nincsenek meg a feltételek, konfliktust helyeztek az utas és a járvezetők közé, és nem véletlen, hogy az atrocitások száma megemelkedett, ez mindennek a következménye. Ugye tegnap délután egyeztetett Orbán Viktor és Tarlós István, Budapest főpolgármestere, illetve a miniszterelnök úr, azzal kapcsolatban, hogy a BKV-val is mi legyen. Tud erről valamit, hogy mi lett ennek az egyeztetésnek a végeredménye? Nem tudom, hogy mi lett, viszont azt tudom, hogy minek kellene lennie, mint Európában számtalan helyen egy olyan megállapodásnak kellene születnie, ami azt mondja ki, hogy az utasok által nem fedezett bevételt, tehát maga a közösségi közlekedés költségét ki milyen módon biztosítja vagy járul hozzá, az önkormányzat, a régió, vagy éppen az állam. Tehát az állam semmiféleképpen nem maradhat ki ebből a rendszerből, tehát nem toldozgatni, foldozgatni kell, hanem egy biztos forrás biztosítani. Önt egyébként hívták egyeztetésre? Mármint, hogy hívtad például Tarlós István egyeztetésre? Nem hívott a Tarlós István egyeztetésre, viszont több ízben megkerestük már őt. Nem nagyon reagált, talán nem tartja fontosnak azt, és ez is bizonyítja, hogy nem a hosszú távú megoldást keresi. Tehát én azt gondolom, hogy ő is tehetetlen, hiszen évek óta nem áll rendelkezésére az a pénz különböző okok miatt, hogy a közösség közlekedés egy hosszú távú biztos működést mutasson. Erre utaltam, hogy a vállalat vezetése is tehetetlen, de lehet, hogy egyfajta alkalmatlanságot is mutatnak. Ez nem lehet kérdés most már, hogy 2017-et írunk, az uniós csatlakozás után ennyi idővel még nincs egy olyan szabályzó, ami, mint ahogy az előbb is említettem, szerte Európában megvan, hogy a finanszírozásról valamilyen módon meg kell állapodni. Utolsó nagyon gyors kérdés, akkor lesz sztrájk? Hát amennyiben nem lesz megállapodás, akkor igen, hiszen pénteken is lesznek egyeztetések, hogy továbbra is a vezérigazgató csak türelemmel int bennünket, vagy konkrét javaslattal áll elő, hát ezt meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm szépen.